A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy melyek a gyulladások korai jelei, miből tudhatjuk, hogy gyulladás van kialakulóban a szervezetünkben, és mit tehetünk ellene. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gyulladás az immunrendszerünk válasza egy idegen betolakodóval, vagy egy mérgezőnek tűnő anyaggal szemben. Az immunrendszerünk háborút indít a betolakodó legyőzésére, és a harcok során alakul ki a gyulladás, tehát nem a vírus, vagy a baktérium, vagy a gomba, vagy az idegen anyag okozza közvetlenül a gyulladást, hanem a gyulladás a testünk védelmi mechanizmusának a része. A háború főszereplői a fehérvérsejtek, ők lényegében a katonák a hadseregben, ők azok, akik ténylegesen a harcot megvívják. Bár szinte minden betegség hátterében gyulladások állnak, nem minden gyulladás rossz. A kisebb, rövid ideig tartó gyulladásoknak, mondjuk amelyek egy edzés után jelentkeznek, fontos szerepük van például az izom növekedésben. A gyulladás első gyakori jele a folyamatos fáradékonyság, a gyengeség, az alacsony energiaszint, a fáradtságérzet, ami heteken át fennáll a nap jelentős részében. Amikor gyulladás van a szervezetünkben, az immunrendszerünk védekezésben résztvevő egységei komoly harcot folytatnak azért, hogy megszüntessék a problémát, és hát tudjuk, hogy a háborúhoz rengeteg erőforrásra, energiára, tápanyagra, vitaminra van szükség, tehát amit csak lehet, mozgósítanak a győzelem érdekében, így ugye elvonják máshonnan az energiát, ezért érezzük magunkat fáradtnak. Ezt a legyengült állapotot egy nátha során, vagy például egy influenza vírus alatt a legtöbb ember már valamilyen szinten megtapasztalta. Az inzulin rezisztencia állapotában szintén biztosak lehetünk abban, hogy gyulladások vannak a szervezetünkben. A cukor és a sok inzulin a leggyakoribb gyulladás okozó. Az inzulin rezisztencia leggyakoribb jelei, tehát ha ezekből több is jelen van nálad, nagy az esély rá, hogy magas az inzulin szinted, így gyulladások vannak jelen. Gyakori éjszakai WC-re járás, nem érzed magad jól lakottnak étkezések után, fáradt vagy, legszívesebben aludnál egyet evés után, evés után már 1-2 órával kívánod az ételt újra, főként az édeset, a hasi zsír is jelzi az inzulin rezisztenciát, a ciszták és a PCOS hátterében is az inzulin rezisztencia a legfőbb ok. Romlott a memóriád, férfiaknál még pluszban pedig az alacsony tesztoszteron szint. A folyamatos fájdalomérzet, akár egy helyen, akár a test különböző pontján, ami hetek óta tart, vagy ha folyamatosan visszatér a fájdalom, persze, ha nem volt semmilyen sérülésünk, szintén biztos jele a gyulladásnak. Ennek egyik gyakori formája ugye az ízületi gyulladás, amikor a kezek és a lábak ízületeiben van ugye fájdalom, duzzanat, merevség jelentkezik. A folyamatos hetek óta tartó hasmenés, puffadás, gázképződés és görcsök a hasnál, a beleknél, a gyomornál jelzik a gyulladást az emésztőrendszerben. A felduzzadt nyirokcsomók, például itt a nyaknál, azt jelzik, hogy az immunrendszer felismerte, hogy valami nincs rendben, és dolgozik azon, hogy megszabaduljon a problémától, a vírusos vagy bakteriális fertőzéstől. A gyakran bedugoló orr, ami a gyulladt orrüregeknek ugye a következménye, szintén jele a gyulladásoknak a szervezetünkben. Ennek ugye ismert egyszerű változata az allergia, amikor a szervezet úgymond téves immunválaszt ad, de lényegében ugyanaz történik, mint a valódi gyulladás alatt, mobilizálódnak az immunsejtek. Ha komoly, régóta fennálló gyulladás van a szervezetünkben, az izom veszteséggel is járhat. A hetek, hónapok óta fennálló vagy folyamatosan visszatérő depresszió, illetve fejfájás nagy eséllyel jelzi a gyulladást, a gyulladásokat a szervezetünkben. Végezhetünk laborvizsgálatot is, melynek segítségével szintén kiderülhet a gyulladás jelenléte. Három értéket érdemes megnézetni. A
Az első a CRP, ez ugye a C-reaktív protein, amit a máj állít elő valamilyen stressz hatással, vagy kórokozóval szembeni válaszként. A második laborérték a TNF-alfa, ez a tumor nekrózis faktor alfa, azért hívják így, mert képes a daganatos sejteket is elpusztítani. Ez az egyik legfontosabb fegyver, amit a katonák, tehát a fehér vérsejtek használnak a harcok során, ezért ha ugye magas a szintje, az jelzi, hogy komoly háború folyik a testünkben. A harmadik pedig az interleukin 6, ami szintén egy kiemelt fegyver a háborút folytató immunhadsereg kezében, így magas szintje jelzi az immunrendszer fokozott aktivitását, tehát a gyulladás jelenlétét. A gyulladások visszaszorítása az az első leglényegesebb lépés a táplálkozásunk átalakítása, megnézni, hogy miket teszünk, azoknak mennyi köze lehet a gyulladások kialakulásához. Minél több szénhidrátot fogyasztunk, mint cukor, gabonaételek, édességek, műzli, rizs, burgonya, kukorica, stb., annál inkább növeljük a gyulladások kialakulásának esélyeit, lehetőségét. A második lényeges lépés a gyulladás csökkentő ételek napi szintű rendszeres bevitele, ezek között a legfontosabbak a keresztes virágú zöldségek és a bogyós gyümölcsök. A rendszeres időszakos bőtöléssel nagy mértékben csökkenthetjük a gyulladásokat, mert amikor nem eszünk, nem emésztünk, a szervezetünk egy idő után, ez általában 16 óra, önjavító módra vált. Komoly gyulladást érhetünk el az omega-3 zsírsavak, a zsírosabb halak, halolaj, krillolaj és a D-vitamin intenzív pótlásával. Régóta fennálló gyulladások esetén akár napi 20 000 nemzetközi egységnyi mennyiséget vagy többet is bevihetünk a D-vitaminból. A koncentrált mikroalgáknak a hatóanyagai, például az astaxantin, vagy a kék-zöld algákban lévő klorofil és ficocianin, szintén hatékony gyulladás csökkentő vegyületek. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a gyulladások korai felfedezéséről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!